Köszöntöm Önöket, ez már itt a Weekend második része. Vendégem Aros Lilla Kitti, aki fantasztikusan szép ékszereket hozott. Azon gondolkodtam, hogy így nőnap után, ugye egy nappal, biztos sok férfi számára lesz egy ilyen szomorú érzés, és közben, hogy húha, én ezt tudtam volna, hát nem baj, jövőre is lesz nőnap. Azon gondolkodtam, hogy olyan vékony vagy, hogy nem szívesen ácsorgok itt melletted, de hát valószínűleg annyit dolgozol, hogy nincs is időd enni, hiszen ilyen gyönyörű szép ékszereket készítesz, és mellette ugye népzene szakos egyetemi hallgató vagy itt Nyíregyházán. Mesélj egy picit, a népzene hozta elő ezeket a gyönyörű ékszereket, vagy hozta, varázsolta be az életedbe, vagy egy ennyire különleges kis egyéniség vagy, hogy nem elég, hogy zenélsz, hanem még ilyen kis képzőművészettel is foglalkozol. Szeretettel köszöntöm én is először a nézőket. Nálam ez úgy indult, hogy amikor olyan 10 éves lehettem, abban az időben népzenetáborokba jártam, és a népzenetáborokban voltak ilyen képzőművészeti táborrészek, amiben ki lehetett azt próbálni, hogy például a gyöngyfűzéssel jutunk-e valamire még kisgyermekkorban, és akkor még csak ilyen kisebb állatfigurákat sikerült összehoznom. Majd egy pár évre ezt letettem, és olyan 5-6 éve kezdtem el foglalkozni gyöngyhímzéssel konkrétabban. Hát itt most nagyon-nagyon sok mindent hoztál. Szerintem az operatőr kollégáink meg is tudják mutatni, de csináljuk úgy, hogy emeld meg, jó? Azokat, amik itt a legkülönlegesebbek. Ha már itt az állat motivumokról volt szó, úgy látom, hogy azért ez nem a múlt feledésébe ugrabugráltak ezek a kis jószágok, mert ugye most is hoztál olyasmit, amin kis állatok találhatóak. Például ez nem tudom, annyira nem vagyok jó, úgy látszik itt a állattamból, hogy ez kutyus vagy egy szarvas. Ez egy szarvas, amit egy hímzés minta gyűjteményből szedtem. Ez egy eredetileg gyűjtött anyag, Udvarhely székről származik, és a keresztemes minta gyűjteményből, valamint a szabadrajzú minták közül válogattam, és azt próbáltam meg gyöngyben is kifejezni. Itt pedig már a repülőpáva motívuma. Igen. Ezt felkérésre készítetted, vagy egyszerűen úgy gondoltad, hát hogy ez kihagyhatatlan? Jött egy ötlet, 2012-ben azt hiszem, akkor volt az első főszállat a páva, volt egy barátom, a Krajcsó Bence, aki indult, és neki volt egy olyan ötlete, hogy mi lenne, hogyha kinyomtatnánk és megvalósítanánk gyöngyből, persze azt mondta utána, hogy csak viccelt, és amikor így meglelt egy hónap után, akkor azt mondta, hogy Jézus Úristen, kész lett. Vannak olyan dolgok, amit nem lehet elkészíteni gyöngyből, mert én úgy látom, hogy szinte minden, fantasztikus nyakékek, egyébként én is a te nyakékedet viselem, aztán karkötők, fülbevalók. Elsősorban a hölgyek számára készülnek ezek az ékszerek, vagy akár a férfiak is fölvehetnek egyet-egyet? Hát én leginkább nőknek alkotok, viszont hogyha van olyan felkérés, akkor férfiaknak is szívesen csinálok ékszereket. Például van ez a technika, mint ezen is látszik, ilyen húzható makram és karkötő, ott bármilyen ásványból vagy üveggyöngyből, műanyaggyöngyből lehet csinálni méretre, és ezeket szokták inkább a férfiak kérni, vagy ami most Valentin napra volt felkérés, az egy páros karkötő, monogrammal. Igazából nagyon sok mindent el lehet készíteni a gyöngyből, ilyen szabad alkotó munka, én azért szeretem leginkább a gyöngyhímzést, mert annak nincs megkötött mintája, és azt csinálok igazából, amit a fantáziám ad. Mutatom itt a kamerába. Fordítva? Jó. Ez egyébként hová kerül? Tehát ez is ezt anyagba? Ezt egy mellére terveztem. Aha. Ilyen páva motívum minta. Hát ez közelről látszik, hogy rengeteg gyöngyből készül. Gondolom, hogy ez nagyon-nagyon időigényes. Mennyi idő alatt készül el egy ilyen alkotás? Ez volt a legelső, amit ilyen technikával készítettem, és ekkora nagy. Hát 3 hét, 1 hónap. Hát gyakorlatilag ez annyi munka, hogy igazándiból, hogyha mondjuk akár most egy ilyen minimál óradíjat nézzük, akkor is szinte a megfizethetetlen kategória. Nagyon ez nagyon érdekes, mert gyakorlatilag te olyasmire szánod, vagy adtad a fejed, amiről tudod, hogy a valós értékét nem fogod visszakapni, hiszen már maga a gyöngynek, most nem akarok mindenképpen ilyen anyagias lenni ebben a beszélgetésben, de maga ugye ennek az értéke, meg az a rengeteg idő, amit erre te fordítasz, értékelik egyébként azért ezt azok, akik megvásárolják, vagy akik felkérnek egy-egy munka elkészítésére. Hát ez is micsoda gyönyörűség nekem. Az egyik kedvencem például ez. Igen, azok közül, amiket itt most elhoztam. Nyáron készítettem.
Hát általában szokták, hordják, inkább abban szoktam mérni, hogy mennyire értékelik, hogy hányszor látom egy személyen az alkotásaimat. És leginkább személyre szabottan szeretek tervezni is, hogy megismerem egy-egy embernek a személyiségét, és ahhoz mértem, mert akkor tudom, hogy fog hozzáilleni. Na azért egy pici reklámot hadd csináljunk már neked, mert azért még nem üzletszerűen készíted, de ezt az egyik közösségi oldalon van neked egy olyan oldalad, ahol ezt a sok-sok ékszert is gondolom, hogy meg lehet tekinteni. Szerintem azért ennek a közösségi oldalnak, illetve magának a nevét azt nyugodtan elárulhatjuk. Hát a közösségi oldalon úgy van fent az ékszeres oldalam, hogy Arosda, ami a nevemből származik, és itt kibővítettem, ilyen, hát egy új közösségi oldalán nőtte ki magát végül is, mert sokan kérték, hogy legyen, és rászántam magam egy pár év után, hogy csak megcsinálom, és ott tudnak követni. Nos, Lila, köszönjük szépen, szerintem itt akár alkothatsz is. Jó. Közben, és akkor esetleg közben meg is mutatjuk, hogy hogyan készülnek lenne ezek az ékszerek. Én közben pedig már is átsétálok Zsófihoz, következő vendégünkhöz, aki azt gondolom, hogy szintén egy olyan műfajjal ismertet meg minket hamarosan, ugye itt élőben, a Kölcsei Televízió színpadán, ami azért nem annyira mindennapi, slam poetrynek nevezik ezt a bizonyos műfajt, és gyakorlatilag, hogy mit jelent, azt inkább nem akarom megmagyarázni, mert azt gondolom, ettől te ezt sokkal-sokkal profi módon meg tudod tenni. Szóval mi is ez a slam poetry? Hát ez a műfaj gyakorlatilag a 80-as években indult el Angliából. Egy Mark Kelly Smith nevű ember találta ki, úgymond. Kicsit költészet, mert megtalálhatóak benne költői képek, ugye ezeket használják az alkotók, viszont nem is az, mert valójában nem kell, hogy feltétlenül versek legyenek, illetve amikor ugye felmennek a színpadra az előadók, tehát akkor nem is tudom. Szóval, hogy nem feltétlenül. Improvizálnak gyakorlatilag? Valamennyire igen, illetve azt tudnám még elmondani róla, hogy egy kicsit inkább hajlik a rap felé, mert a hétköznapi embereknek szól teljesen hétköznapi nyelven, tehát nem feltétlenül kell, hogy annyira megtervezett legyen. Kicsit színház, kicsit nem, mert ezek az emberek, amikor felvennek, akkor nyilván előre megtervezik azokat a dolgokat, amiket majd meg fognak osztani ugye a közönséggel. Viszont nem is az, mert bárki felmehet a színpadra. Gyakorlatilag ennyi. Egy picit lehet mondjuk a stand-up comedyhez hasonlítani? Nem feltétlenül, mert nem csak a szórakoztatás a célja ennek a műfajnak, hanem inkább az elgondolkodtatás. Tehát nagyon sok komoly szöveggel lehet találkozni. És hát gondolom elsősorban az önkifejezés, vagy igen, a megmutatása az ember lelkének. Ragadós ez a dolog? Mondjuk gondolom, hogy Angliában akkor már azért van ennek hagyománya. Tehát hogy lehet ezt elképzelni? Vannak ilyen klubok, ahol elmész, beülsz, és a kedved van, akkor akár fölmész a színpadra, és... Hát ez úgy történik, hogy Angliából indult ki ugye nyilván nem most, hanem hát bő 30 éve, majdnem 40, és ugye ez már több mint 10 éve Magyarországon is működik. Az első slam klub az Budapesten alakult, az Ankertben található egyébként, és innen származik úgymond a legtöbb országos slammer is, viszont már rengeteg városnak van saját slam poetry klubja, például Nyíregyházának is van. Egyébként ezt egy tiszaújvárosi lány kezdte el szervezni teljesen egyedül, egy Martina nevű lány, és ez 2 éve kezdődött itt nálunk, és most a csapat kibővült velem, illetve egy Tasi Manu nevű slammer sráccal. Te hol találkoztál ezzel a dologgal? Én Nyíregyházán találkoztam ezzel a dologgal először. Igazából adódott egy ilyen lehetőség, hogy ugye a hajó ott van a bújtoson, és ugye hát annyi még, hogy ugye nem ott kell jelezni, hogyha valaki fel akar lépni, hanem előre. Tehát van egy kalap, konkrétan egy kalap, amibe beleteszik a neveket. Egyébként itt Nyíregyházán például az utolsó előtti napig lehet jelentkezni, és akkor onnan kihúznak. És akkor adódott egy ilyen lehetőség, hogy még volt hely, megmondták, hogy menjek el egy szövegemmel, elmentem, és akkor volt, aki megdicsért, meg ilyenek, és onnantól kezdve én csinálom ezt az egészet. Egyébként volt ennek előzménye a te életedben? Ilyenfajta megmutatkozás, szereplés, vagy bármi, ami egy picit a színpadhoz közeli?
Hát én gyakorlatilag verseket írtam mindig, és elkezdtem kicsit inkább az esszével, meg a novellával foglalkozni, és akkor hallottam először erről a műfajról, megnéztem néhány videót, mert ugye ezeket mindig felrakják a YouTube-ra, és nagyon megtetszett, hogy borzasztó közvetlenek azok, akik itt fellépnek, tehát hogy nem annyira meghatározó, vagy nem annyira meghatározott előre, mint mondjuk egy vers, viszont nem tudom, tehát hogy tényleg hát csak szimpatikus volt. Általában azok, akik a gondolataikat leírják, nem minden esetben szeretnek ezzel közönség elé állni, tehát valahol azért tényleg mind a kettő egy, lehet azt mondani, hogy más-más műfaj, de azt gondolom, hogy szerencsés ötvözet az, amikor tényleg autentikus lesz, hiszen ugye a saját gondolataidat tolmácsolod. Te most a Kródi Gyula gimnázium végzőse vagy, hogyan tovább, merre mész? Hát én majd a Károli Gáspár Református Egyetemen a pszichológiát jelöltem meg első helyen, másodikon pedig az ELTE-n a magyar szakot. Tehát így egyáltalán nem áll tőlem távol ez a műfaj. Úgyhogy... Tulajdonképpen most, ahogy így mondtad, tehát a pszichológiaban is vannak ugye különböző olyan eszközök, akár a pszichodráma, ami lehet, hogy szintén valahol közel van ehhez a történethez, hogyha most az lenne a dolgot, hogy itt egy fél percben invitált azokat a fiatalokat, akik szeretnének valami különlegességet vagy újdonságot, akkor mivel reklámoznád ezt a dolgot? Mármint így a slam poetrit magát. Igen. Gyakorlatilag azzal, hogy teljesen mindegy, hogy valaki szerepelni szeret, rappelni szeret, vagy verselni, vagy bármi ilyesmi, egy borzasztó jó lehetőség arra, hogy egyből egy olyan interakciója jön létre ő és a közönség között, ami egyben önterápia, kicsit csoportterápia, visszajelzés és egy borzasztó jó közönségteremtés. Most egy különös dolog lesz, ugye, hiszen a televízió nézői lesznek a közönséget, tehát nincs konkrét visszajelzés, lehet, hogy így nehezebb lesz ez a dolog. Erre vonatkozólag mit ír a szakirodalom, hogyha televízióban kell ezt a dolgot csinálni? Én úgy tudom egyébként, hogy ilyen nem igazán fordult még elő, vagyis hogy én nem tudok ilyesmiről, szóval fogalmam sincs, de majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Na, akkor egy ősbemutató lesz, ezt el lehet árulni, hogy mi fog történni, vagy félig meddig megvan, és... Hát én elhoztam egy szöveget, ezzel a novemberi klubunkon második lettem egyébként, és most ezt fogom majd felolvasni, úgyhogy... Hát akkor szeretettel várjuk. Azt hiszed, hogy szeretlek, pedig csak sírok azon, ahogy élsz. Ilyenkor közhelyekbe bújva félek, mint te annak idején, és szentül hiszem, hogy összetartozunk, csak mert kezedet kezembe tetted. És velem minden rendben volt, amíg általánossá nem vált a talomba helyezős szöveget, hogy nyugalom, majd jelentkezem, és akkor végre elhiheted, hogy itt vagyok, és jelmezem végleg levedlem előtted, hogy lásd, én vagyok, és akkor soha többé nem kell bizonygatnod. Elengedtél, hogy végre veled legyek. Én meg elhittem. És akkor, mintha veszett rókát fogadtam volna örökbe, aki hízelgésével egyre közelebb rágja magát a szívhez, és tombol, végignézi, ahogy lassan belefulladok önmagamba. Bár a szívbillentyűkön még mindig játszik egy őrült zongorista, de a szemcsarnok újra és újra beázik. Én meg már megint belülről fázom, és az egészből csak annyit fogok fel, hogy a régi tengerből, amiben annó annyira elmerültünk, csak egy marós sóoldat maradt bennem. És most hónapokig megint álomba fogom sírni magam, a könnyekből újra tenger lesz, és akkor majd megint megjelensz, és akkor megint párologni kezd a víz, és megint jön az eső, és megint megtelik a szemcsarnok. Egy idő után meg majd csak ittosan ordibálom, mennyire fáj, hogy neked csak egy vészbejárat voltam, és vedd már észre, hogy körülötted is csak azért forog a világ, mert elszédültél az egy személyes körhintádon. Én is voltam gyógyszerfüggő, én is voltam hősszerelmes, engem is vertek át, és én is voltam már bunkó másokkal. De könyörgöm, ha rólad van szó, kit érdekelnek más idősíkok? Bocsánat, talán túl sokat beszélek, de mindenki rakja ki ezeket a gyúrós képeket, hogy x idő alatt leadott 30 kilót. Én hogy mutassam meg, hogy fél év alatt vedlettemre magamról a rám rakódott mocskot neked köszönhetően? A te szíved egy hamutál. Én még mindig lennék benne félig szítsít, csak ne nyomjál magadban többé. Az öcsém is majd, ha mutál, talán ugyanilyen savanyú szagú lelket formál magának agyakból, a csajok meg majd eljátsszák neki a hófehérkét, de mindegyik mögött ott fog lapulni a boszorkány. Hát közlem veled, hogy én nem vagyok egy Y-generációs mesébezett klisé, én nem gerjedek semmiféle nekrofil szőke hercegekre.
és mit kezdjek magammal, ha már csak versek halmaza leszel, és akkor majd azt hiszem, hogy az egész illúzió. Sőt, mi van, ha már most is az? Hát akkor te vagy a tökéletesen szimulált fluxus az én integrált áramkörömben. És lassan már egyre kisebb köröket írok le magamban körülötted, és mindig, mindig visszadob egy örvény az elejére, és csak hogy tud, nem akarom, hogy lelkiismert furdalásod legyen. Már megint téged védelek, és megint összezuhanok, és csak monoton mantrázom magamban, amit tanítottál, hogy nyugodj meg. Ez most rossz, de nem sokára minden rendben lesz. Kedves nézők, én nagyon bízom benne, hogy a kutyák végre megeszik a telet, és aztán elkezdődhet a tavasz, tehát hivatalosan is most már kutyusok, cicusok is vidáman sétálgathatnak, akár az erdőben, vagy bárhol a ház körül, és nem kell attól félni, hogy nagyon megfáznak ezek a jószágok. Az Állatbarát Alapítványtól érkeztek hozzánk a kutyusok, és Hajtó Novák Éva, aki ugye ennek az Állatbarát Alapítványnak a telephelyvezetője, és Anuszik Barbara, aki pedig állatorvosi asszisztens, és úgy látom, hogy nagyon jó kézben vannak a kutyusok. Semmiféle lámpalás, stressz, vidáman ücsörögnek itt a Weekend stúdiójába. Hát nem tudom, nem volt annyira hosszú ez a tél, de azért úgy gondolom, hogy aki kutyákkal dolgozik, mint ahogy ti is, úgy érzi, hogy elég hosszú volt ez, és elég hideg volt. Mi a helyzet az Állatbarát Alapítvány menhelyén? Hány kutyátok van most jelenleg, vagy cicátok is van? Igen, van. Jelen pillanatban 180 kutyánk van, illetve 35 cica. Úgyhogy őket eléggé megviselte ez a hideg időjárás, de hál' Istennek csak egy-két hét volt, ami olyan kegyetlenebb volt. Megpróbáltunk ugye a lehető legjobb körülményeket teremteni, neki folyamatosan szalmáztunk, hőfüggönyeket szereltünk fel, illetve hát naponta többször cseréljük természetesen a vízüket, melegételt kaptak, úgyhogy hál' Istennek átvészeltük most már itt a tavasz, úgyhogy nem, nincs több probléma a hideggel. Általában télen több kutyus van bent, mint nyáron, vagy ez nem évszakfüggő? Nem évszakfüggő, inkább a bekerülőkről lehet mondani, hogy évszakfüggő, tehát tavasztal és ősszel, ugye, amikor az ivarzás megtörténik, akkor jellemző, hogy sokkal több kölyök kutyus kerül be hozzánk, de általában azért körülbelül ezt a 180 körüli létszámot tartjuk. Hogyha most valaki néz titeket, akkor úgy gondolja, hogy itt van két helyes csaj, két cuki kutyussal, és ezek a kutyák minden bizonnyal a ti tulajdonotok. Mert hogy annyira hűségesen néznek titeket, tényleg látszik, hogy teljesen el vannak lazulva. Minden kutya ilyen az Állatbarát Alapítvány telephelyén? Nem mindegyik kutya, de a többség igen, ilyen. A menhelyes kutyákra egyébként is jellemző, hogy sokkal nagyobb szeretettel közelednek az emberek felé, sokkal ragaszkodóbbak is, hiszen azért az életük nagy részét, illetve a bentlétük nagy részét kenárácsok között töltik, elég keveset mozdulnak ki onnan, és ilyenkor ugye, amikor ember közelben vannak, akkor iszonyúan meg tudják hálálni a simogatás és minden jó szót. Ugye van arra lehetőség, hogy mi elmenjünk és megsétáltassuk ezeket a kutyusokat, vagy legalábbis régebben volt ilyen. Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Kell erre előre jelentkezni? Van egy bizonyos időintervallum, amikor lehet kutyust sétáltatni, vagy bárki bármikor elmehet hozzátok? Bárki bármikor jöhet, igazából 8-tól 4-ig vagyunk kint a menhelyen, viszont a sétáltatást azt lekorlátozzuk 10-től 3-ig. Ennek megvan az oka, ugye reggel lesznek a kutyusok, kell egy kis idő, amíg lenyugszanak, illetve délután 3 után pedig már a pihenési időszaka következik. Úgyhogy minden nap 10-től 15 óráig várjuk a kedves látogatókat, hétvégén is, nyilván hétvégén sokkal többen vannak, hiszen ilyenkor érnek rá az emberek. Barbi, te hogyan kerültél itt az Állatbarát Alapítvány közelébe? Tehát világéletemben nagyon-nagyon szerettem ugye így az állatokat, és egyszer csak jött egy ilyen kattanásom, hogy úgy éreztem, hogy az akkori munkát azt váltani kell, mert azt már nem bírom. Tehát teljes mértékben úgy éreztem, hogy egy 180 fokos fordulatot kellett venni, és végre azt csinálni, amit Isten igazából szeretek. Tehát, hogy a munka ne csak munka legyen, hanem hobbi is egyben tulajdonképpen. És így jött a menhely, ugye az Állatbarát Alapítvány a második menhely, ugye, ahol én dolgozom, de ezt úgy szeretném, hogy nagyon-nagyon sokáig, ez minél tovább. Igen, Éva mondta, hogy az állatorvos napi 3 órában ott van a kutyusokkal, te nyilván akkor segíted az ő munkáját, egyébként pedig te ott vagy utána is. Ugye általában, aki állatorvosi asszisztens lesz, az azért az a kacérkodik, hogy előbb-utóbb állatorvos legyen belőle, és azért megy egy állatorvoshoz, ugye, hogy ott megtanulja a szakmacsinyát, binyát. Ez a te esetedben hogy van?
Hát valóban ugye elvégeztem ezt az állatorvosi asszisztens képzést, és eléggé érdekel. Tehát nem tudom azt mondani, hogy nem érdekel, mert ugye akárhány új idegen szót hallok, vagy bármilyen új eljárást, ugye doktor úr is mindig jön és mutogatja az interneten az új dolgokat, meg ilyenek, tehát nagyon-nagyon kacérkodok az ötlettel, hogy mi lenne, ha. Tehát mindenképpen jó lenne megpróbálni, nem szeretném elszalasztani. Na most örökbefogadásra is van ugye lehetőség, nem csak arra, hogy sétáljunk a kutyussal. Ez hogy működik a gyakorlatban? A gyakorlatban ez úgy működik, hogy kijön a kedves látogató, megismerkedik a kutyusokkal. Mindig szoktuk javasolni, hogy vigye el először sétálni, ismerkedjen meg vele, milyen a kontaktus. Nem mindegy, hogy milyen kutya milyen gazdihoz kerül. Vannak nagyon aktív kutyáink, akikhez nyilvánvalóan egy sportos gazdi élik, illetve hát vannak ilyen tipikus ölbe kutyáink, akik a legjobban akkor érzik magukat, hogyha egy lakásban heverészhetnek egy kanapén. Úgyhogy ettől függően kell kutyust választani, mindenben segítünk, tehát körbe kísérjük a látogatókat, tanácsot adunk, melyik kutyus milyen, elmondjuk a jellemzőket. Hogyha pedig szeretne örökbefogadni egy kutyust, kölyköknél igazság szerint 2 oltás után mehetnek gazdihoz. Felnőtteknél szoktuk javasolni, azért töltsenek el velük egy kis időt, kitöltetünk egy kérdőívet, aztán pedig egy örökbefogadási szerződést, és utána költözhet a kutyus családba. Van ennek azért némi anyagi vonzata? Így van, pontosan. A kutyusoknál 7000 forint az örökbefogadási díj, a cicáknál pedig 2500 forint. Mi mindig azt mondjuk, hogy ez egy abszolút jelképes összeg. Ugyanis a kutyákat úgy adjuk örökbe, hogy az összes oltásuk rendben van, csippet kapnak, illetve az ivartanítás költségét is tartalmazza ugye ez a 7000 forint, ami ugye egy teljesen baráti, egy jelképes támogatás tulajdonképpen. A cicáknál ugyanez, tehát oltások és ivartanítás után mehetnek gazdihoz. És van valamilyen internetes oldal, ahol egyébként esetleg meg lehet a kutyusok fotóját is nézni, és akkor már tényleg az ember úgy megy ki, hogy tudja, hogy melyik az a kutya, amelyik megtetszett neki. Természetesen igen, ez az állatbarát.com oldal, ahol meg lehet nézni az összes kutyust és cicát, akik nálunk vannak. Egy kis jellemzés, egy rövid jellemzés is van róluk, milyen életkorúak, mi a történetük, hogyan kerültek be hozzánk, és utána pedig a személyes találkozás alkalmával dől el igazából, hogy valóban szimpatikus az adott kutyus, vagy esetleg valaki más szeretnének választani. És mi van azokkal a kutyusokkal, akiket nem visznek el, aki senkinek nem tetszik? Mennyi ideig lehetnek itt nálatok? Tulajdonképpen bármeddig. Tehát ugye nálunk van olyan kutyus, aki 11 éve bent van már, a tipikus esélytelen fajta, tehát fekete, annyira csúnya, utcakutya. Vagy nem épp csúnya tulajdonképpen, csak van olyan ember, aki azt mondja, hogy fekete, és akkor nekem az már nem kell, vagy egy apró, pici kis olyan dolog van rajta, amitől nem szépnek nevezhető, tegyük fel az állat, vagy nem fajta jelleg, meg ilyenek, és akkor már egyből hát inkább nem, és így elsétálnak mellette. Szegény, és akkor ő ott van 11 éve. Azért kérdezem ezt, mert ugye még sokakban él az a rossz beidegződés, hogy egy idő után ezeket a kutyákat elaltatják, vagy valami tényleg nagyon tragikus végük lesz, tehát akkor őket megnyugtathatjuk, hogy nem, ezek a kutyusok ott vannak évek óta, igen, gyakorlatilag tényleg az otthonukká válik ez a hely. Úgy látom, hogy nagyon jól érzem, mert ő konkrétan elaludt és horkol. Ő egy hány éves kutyus, akkor ha már itt a televízió Rivalda fényében itt fürdőznek, akkor mondjuk már el őket, hogy hány évesek, milyen neműek, hogy hívják ezeket a cukiságukat? Tibivel kezdjük, vagy kezdjük a Tibivel. Kedvencedre. Hát Tibi ugye ilyen másfél év körüli kis kankutyus, ugye úgy került be hozzánk, hogy a hátsó két lábára nem igazán tudott ráállni. Ugye karanténoztattuk, és pár napi pihenő után elkezdte így óvatosan használni mind a két lábát. Ugye valami balesete volt? Elképzelhető. Tehát ugye az a baj náluk, hogy ugye mivel innen-onnan szedjük össze őket árok oldalból, stb., tehát nem tudjuk pontosan visszakövetkeztetni, hogy most tulajdonképpen valójában mi történhetett velük, hanem mindig csak egy ilyen feltevés, ugye, hogy esetleg mi történhetett. Mert ugye nem mindig úgy hozzák be a balesetes kutyusokat is, hogy én láttam, hanem már ott feküdt az árok oldalban. Szóval Tibi aztán erőre kapott. Igen. És Tibi mostán gazdikereső.
így reméljük, hogy megtalálja az álomgazdiját. Na, mellette pedig Tibi haverja, kicsit hosszabb, hosszabb séróval. Igen, ő Szelli. Ő még nem olyan régi lakunk, ő egy körülbelül 2 év körüli kislány, és az állatotthonban várja a 8 kiskölyke, ugyanis neki az a sztoria, hogy körülbelül egy héttel ezelőtt kaptunk egy bejelentést Csényűről, hogy egy súfniban, egy elhagyatott házban van 9 kiskölyök, és ugye a mama kutya táplálja őket. Kimentünk a 9 kölyökért, közben az egyikük gazdis lett, úgyhogy most már csak 8-an vannak, és behoztuk ugye a kölyköket, viszont a mama kutyát nem találtuk sehol, úgyhogy másnap kaptuk a telefont, hogy megvan a mami kutyi, bezárták, és érte mentünk, és ugye akkor viszont lett a kölykeit, illetve ők is őt, úgyhogy nagyon nagy volt az öröm. Már most lassan le lehet egyébként választani őket egymásról, mert a kölykök már mászkálnak, szilárdat kezdtek el enni, viszont Szelli most is nagyon odaadóan gondozza őket, nagyon vigyáz rájuk, úgyhogy ők most így egy kenelben vannak, úgyhogy ő egy friss anyuka, mondhatni, de ő is gazdikereső. Most így ebből a pozícióból, ahogy nézem, egyébként Szelli úgy néz ki, mint a Csillagok háborújában Csubakka, szerintem. Bizonyos kameraállásból szerintem nagyon-nagyon nagy a hasonlóság. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk, köszönjük, és reméljük, hogy sok nézőnek kedve lesz sétálni, vagy esetleg örökbe fogadni ezeket a kis gyönyörűségeket. Köszönjük szépen! Kedves nézők, mi pedig egy gyors Cinema City-s játékkal zárjuk le a heti weekendet. Kérdésünk, hogy mit jelent a Slam Poetry kifejezés. Válaszaikat most is a Kölcsei Televízió Facebook oldalára várjuk. Köszönjük e heti figyelmüket is, és kellemes hétvégét kívánunk valamennyiüknek, viszontlátásra!